Köszöntöm Önöket! Lassan vége a nyári szünetnek. Az iskolákban új tanév kezdődik. A legtöbb családban komoly anyagi felkészülés előzi meg az iskola kezdést. Hiszen ha az alapvető dolgokat vesszük, akkor is elég nagy a kiadás. Nem beszélve arról, ha a gyermekünknek a legmenőbb dolgokra fáj a foguk. Kedves szülők! Vajon elég tudatosan vásárolunk az iskola kezdésre? Ma megtudhatják. Tartsanak velünk! Papír- és írószeres boltban vagyunk. Mikortól árultok egyáltalán papír- és írószereket az iskolához? 2016. áprilisától, akkor nyitottuk ezt az üzletet, és eleve úgy indult, hogy írószerként, tehát iskolásoknak, és azóta hát bővültünk, ugye tanszerek mellett már van az irodaszerek, vannak játékok, fejlesztő játékok. Mi van a tollakkal? A mi időnkben volt, hát ha jól emlékszem, 3-4 féle toll, és most meg itt annyit látok, és igazából van, igen. Azt se tudom eldönteni, hogy melyik az, ami jó. Hát a tollaknak is óriási skálájuk van. Egy, hogy vannak a golyós tollak, amik régen is voltak, vannak a géles tollak, vannak a zselés tollak, vannak a írós törlős tollak, vannak a kilométeres tollak, ami állítólag egy kilométert le is ír, tehát tényleg érdemes vele írni. Vannak az ilyen kis különleges tollak, ami az okostelefonokhoz is van kimondottan. Széles skálán tudjuk ajánlani azt, hogy az a toll végnyan írjon, tehát ki mit kér. Van, aki a végnyan írót szereti, van, aki a vastagabbat, vannak, akik kimondottan a zselés tollakra esküsznek. Mi megy a legjobban a tollakból, például az olcsóbbik, vagy ami minőségesebb? Hát, inkább azt mondom, hogy középkategória. Minőség is legyen, de jó is legyen, de azért túl drága se legyen. Mi van a füzettartókkal? Ezt mennyire viszik? Vannak a cipzárosak, abban is van gumis, tehát az sem az van, hogy csak egyedi, az is többféle, az is széles választék. Látok krétákat. Az is. Ezeket használják az iskolában? Tehát van olyan, hogy krétát is kell beszerezni? Nem, annyira nem jellemző. Vannak, akik jönnek fehér krétáért, vannak, akik színes krétáért, de mondjuk inkább ezt a nagyobb kiszerelést, azt, amit iskolába visznek, tehát a százas kiszerelést, fehérbe is van, meg színesbe is van. Hát itt megláttam az én korszakom beli füzeteket. Azok is vannak, igen. Hadd kérdezzem meg, most itt a nagyon-nagyon színesektől kezdve tényleg a legegyszerűbbig. Van még, aki ezt az egyszerű füzetet veszi meg? Igen, és most egyre többen. Egyre többen azt mondják, hogy nem akarják ezt a drága füzetet, nem sokkal drágább pedig, mert egy olyan 1-2 grivnyával mondjuk az olcsóbbaknál, azoknál 12-18 laposoknál, csak hogy nem akarják, hogy a gyerekek különbözőek legyenek, van olyan iskola, ahol kimondottan azt mondták, csak ezeket az egyszerű füzeteket vihetik, hogy ne legyen különbözőség. Ennek mondjuk egy olyan fényesebb állaga van ezeknek a füzeteknek. Tehát szebbek, azt mondom, azért egy kicsit jobb a nyomtatási minősége ezeknek a füzeteknek, mint például ennek is, ugye ennek is. Viszont dolgozatokra kimondottan csak ezeket a füzeteket veszik. Mit tapasztaltatok az évek folyamán? Mennyi ideig vásárolnak a szülők füzeteket? Jönnek évközben is, hogy na most is kell egy darab, mert elveszítettem, vagy éppen keveset vettem, vagy betelt. Tehát füzet az, amik azt vásárolják egész évben. Mondjuk akkor már nem olyan nagy terjedelemben, nem vesznek 10-20 darabot, csak egy-két darabért jönnek, de jönnek egész évben. És amit évközben többet vásárolnak még a füzet mellett? A toll. Toll és a ceruza az fogyóeszköz. Vannak olyan ceruzák, és ezek sem rosszak, amit kimondottan első osztályba ajánlanak, mert hogy háromszögűek a ceruzák maguk. És ezzel könnyebb írni? Állítólag a gyereknek jobb megfogni, mert megvan a tartása hozzá. Tehát be van rajzolva, hogy hol kell a gyereknek fogni, és akkor ezért ez így egyszerű. Most ilyen grafit ceruzát is kaptunk, ez első éven van ilyen. Nem, még ilyet nem is láttam. Ilyen is van, olyan is van, ennek radír van a végén, ennek a színes ceruzának. Tehát valami különleges. Kiradírozza a színes ceruzát? Igen, igen. Ilyen különlegességeket belevisznek a ceruzákba is már. És ez tényleg működik? Állítólag igen. Ki kell próbálni. Ugyanolyan színe is van a... Hát, hogy könnyebb legyen megismerni, nem tudom, de igen.
Hát, hogy én erre mennyire vágytam volna régen. Annak idején. Jó, hát nyilván a tollak, a tollakban mennyire megy az, amelyeket ki lehet radírozni? Van, amikor megy. Van, előfordul. Tehát a rajzfüzeteknek annyira széles skálája van, hogy a legvastagabbtól a legvéknyabbig, abban van kapcsos forma, tehát amikor így kapcsozva van, abban is van egy újabb típus, hogy a gyereknek könnyű legyen kitépni, van egy ilyen kis segédvonal benne, és az így ezáltal ugye könnyebb nekik a kitépés. Van spirálos, abban is van ugye fiús, lányos, szótárfüzet. Szótár. Tehát én emlékszem arra, hogy ültünk otthon egy füzet mellett, és meghúztuk, csíkoztuk a füzetet. Igen. Na, itt például ez mennyire megy? Ezt étközben veszik inkább. Ilyenkor még egyáltalán nem is nagyon szokták a szülők venni, még hajánjuk is, hogy esetleg szótárfüzet, azt mondják, na majd szeptemberben. Nálunk van kimondottan balkezeseknek olló, és van balkezeseknek toll. Az mert ugye jelent? A balkezeseknek nem mindegy ám, hogy hogy vág az olló. A toll az még lehet, azt el tudják. El le tudják írni, viszont az olló nem abba az irányba vág, mint a jobbkezeseknek. Úgyhogy a balkezeseknek van kimondottan olló. Van a tompa végű, van a hegyes végű, úgyhogy mi gondoltunk a balkezesekre is. De milyen jó, hogy a gyártók is gondoltak. A tolltartóból mi az, amit vesznek, vagy mi az, amire figyelnek? Megtöltött legyen a tolltartó, vagy nem megtöltött legyen a tolltartó? Hát első osztályban jellemző, hogy inkább megtöltöttet vesznek, mert ott ugye még semmi nincs meg. Tehát ott az első-második osztály az, amikor inkább megtöltötte, de feljebb már nem. Ott már csak egy pár darabot vesznek, a többi osztályokban oda már nem jellemző. Ott inkább akkor az üreset, és akkor majd beleteszik, amiket vesznek. Meg tudunk nézni egy megtöltött tolltartót, hogy hogy néz ki? Itt van ráadásul Barcelonás, úgyhogy ez is egy új, nem régi. Nemrég fedezték fel, mert én eddig nem nagyon tapasztaltam ezt a márkát. És egy ilyen kétnyílik, ide be lehet, ugye itt van nekik szorzótábla, ide írhatják az órarendet, és akkor itt már kimondottan mindennel fel van szerelve, ami egy első osztályosnak kell. Kedves iskolába visszatérő gyerekek! Ha ezzel találkozol, valaki nehezen talál barátokat, valakit piszkálnak a többiek, valaki félénk vagy visszahúzódó, valaki egyedül tölti a szünetet, kérlek lépj fel példáddal. Köszönj rá, mosolyog, kérdezd meg, hogy mellé ülhetsz-e. Vondd be a játékba. Sosem tudhatod a többiek, mit élnek át iskolai, vagy iskolán kívüli életükben. A kedvességet hatalmas változást jelentett valaki életében. Hanyadik osztályba fogsz most menni? Szeptemberben leszek másodikos. És mennyire szereted, illetve szereted-e az iskolát? Hát, szeretem. Milyen táskád van, milyen színű? Egy lila pillangós táskám van. És mi a legmenőbb mesehős mostanság? Nekem az jégvarázs. Hány éves vagy? 6. És most mész iskolába, ha jól tudom. Aha. Milyen iskolatáskád van? Nekem Szofiás. Tolltartód? Van. És abban mi van? Ceruzák, meg tollak. Most te még jársz óvodába? Aha. És mennyire várod az iskolát? Nagyon. Ismered az osztálytársaidat, kik lesznek? Igen. A tanítónénidet hogy fogják hívni, azt már lehet tudni? Babci néni. Iskolára készülünk, és itt nagyon-nagyon sok tornacipőt látunk. Mennyire vásároltak már különben iskolára nálatok gyerekeknek? Napi szinten vásárolnak nálunk, ugye a gyerekeknek iskolába. A tornacipő az szinte mindennapos, ugye, hát ki milyeiket válassza, vannak olcsóbbak, vannak drágábbak, kinek mire kell, sportosabbak, vagy csak tornaórára. Tudsz nekünk mutatni egy olyat, ami inkább az olcsó kategóriába tartozik, és az, ami a drágábba? Ezek az olcsóbb kategóriák, ezek
aztán... Ő egy ilyen gumis változat, ha jól gondolom, ugye? Igen, hát, igen, egy ilyen kis, könnyű, kis, egyszerűen fel lehet venni. De ez is egész stabilnak tűnik. Mi az, ami drágább változott már? Tehát ez kinézetre nekem, mondjuk ez is egy drágább, nem, ő is az olcsóbb? Nem, ő is az olcsóbb kategória, inkább az, ami mellette van, az a barna színű, az inkább az a drágább kategória, de azt hiszem az a legdrágább az egészből. Tehát itt már van egy ilyen, ha jól érzékelem, akkor itt már belül van egy ilyen belső, igen, ami tartja igen, a gyerekláb. Igen, a bokát, igen, ez a része, gondolom, ez itten. Nézzük meg a tornaruhákat. Van egy olyan, ami végig cipzáros, és van olyan, ami bebújós. Na most itt, itt ebből melyiket válasszák, vagy ez is különböző? Ne, a végig cipzárosat, ez nem igazán szeretik a fiatalok ezt a típust. Mit tapasztalsz a gyerekeknél? Kik válogatnak többet? A fiúk vagy a lányok? A lányok. A lányok azok sokkal válogatosabbak, nem mondom, a fiúk is. Ott is azért akad egy-egy olyan gyerek, aki bizony neki ez nem kell, de a lányok azok inkább válogatosabbak. És a fiúkat illetve könnyebb rábeszélni, gondolom, egy-egy a fiúk dolog. A fiúk azok nem akarnak öltözködni. Az azt ránéz, és azt mondja, jó lesz, csak meg kell legyen leöltözni és felpróbálni. Iskolatáskák. Nagyon sok helyen találkoztunk most füzeteken is, rajzfüzeteken is, például ezzel a babával, ez is egy iskolatáska. Ez mennyire megy? Nagyon szeretik, és most aki iskolába készül, azok általában ezeket a típusokat keresik, hogy rajta legyen a valamilyen lolbaba, vagy valamilyen kedvenc mesehős. Ezek már régebbi, hát ilyen menő figurák. Na, ezek mennyire mennek mondjuk? Most is szeretik a gyerekek. Tényleg? Ugyanúgy? Igen. Pókember, meg mindenki ilyen? Pókember, vasember, igen. Na, például itt egy ing. Ez egy rémegyszerű. Ez egy lányos ing, egy lányos, igen. Mire mennek inkább a gyerekek most? Az egyszerűségre? Mert én biztos, hogy ezt az egyszerűbbet venném meg. Vagy minél, nem tudom, csillogósabb legyen. Nem nagyon szokott lenni nálunk olyan, hogy csillogós vagy valami, hanem inkább ezt az egyszerűbb kategóriát hozzák, és nem válogatnak. Így a fehér blúz, ilyen fekete szoknya, az amilyen van, olyat vásárolnak. Iskola kezdésnél ez is gondolom arra van, igen, ugye? Az is arra van, igen. Csak ez ráadásul fekete, kék, de nagyon igen, szép. Igen, sötét kék. Na, ilyet visznek? Igen. Igen, valahol nem kötelező a fekete, inkább akkor a sötét kék. Várjál, mert még kiszedek itt feketét. Van ez fekete már fekete is, igen. Hát ez bőr, ez már bőrszoknya, így van. Ilyet lehet felvenni iskola kezdéshez? Ilyet visznek? Igen. Igen. Mibe fektetnek inkább a szülők? Azt mondják, hogy veszünk egy fekete nadrágot, egy fehér inget, vagy visznek egyszerűen egy ilyen egybe öltönyt. Ez is olyan, ahogy mondtam, már minden vásárlónk különböző. Valaki úgy van vele, hogy igen, neki kell egy öltöny, az többször fel tudja venni a gyerek, akár egy bármilyen szerepre, ki mibe látja az egyszerűséget. Itt milyen árkategóriák vannak? Tehát, hogyha most azt nézem, hogy melyik az olcsóbb és melyik a drágább, vagy ezek különben egyforma? Egyelben vannak szinte, igen. Rövidújú vagy hosszújú fiúknál? Hát hosszújú. Inkább a nyári szezon az, ami az a rövidújú, de most sokan azt keresik, hogy hosszújú legyen, mert ugye már megkezdődik az iskola, akkor már kell egy hosszújú, aztán már ugye jönnek a szerepek, mindenféle ilyen alkalmak, inkább a hosszújút azt jobban szeretik. Tudatos tanszervásárlásról csinálunk műsort. Szinte, ha jól tudom, majd, hogy nem egykorúak a gyerekeitek. Három gyerekünk van mindkettőnknek. Nagyobbik az 22 éves, a közepső az 18 lesz novemberben, és a legkisebb pedig most kezdi az iskolát, most volt 6 éves. És a tiétek?
Nekem is szintén 3 gyerekem van, a legnagyobbik egy fiú gyerek, ő már 22 éves, van egy 16 éves kamaszlányom és egy 7 éves kislányom, aki most megy a második osztályba. Mennyivel különbözött szerintetek régen egy iskola kezdés, mint most? Mondjuk egy fiúnál mennyivel különbözött? Visszatekintve szinte semmivel. Ugyanúgy voltak akkor is kedvenc mesehősök, már amikor 16 évvel ezelőtt a nagyfiam iskolába ment, akkor ára már lehetett ezt a kartonfedelű, keményfedelű füzeteket venni, úgyhogy már nem volt különbség, nem tudok különbséget tenni, mert ugyanúgy neki is meg kellett venni mindent, ami tetszett neki, ő is azt szerette volna, amin a kedvenc meséi vannak, vagy épp a kedvenc foci csapata, úgyhogy szinte nem változott. Mire figyeltek inkább? Arra, hogy minőséges dolog legyen, akár egy tornaruha, akár egy füzet, akár egy tolltartó. Először a minőségre. Első osztályban olyat veszünk, ami egy kicsit jobb. Aztán meg szerintem veszünk olcsóbbat is menet közben, mert kiderül, hogy a minőséges is néha elkoszolódik, elromlik a cipzár benne. Neked most elsős a gyerek. Igen. Elkészültetek már az elsős cuccokkal, vagy még ez folyamatban van? Folyamatban van, készülődünk, megvettünk már egy pár dolgot, füzetből is egy párat, tolltartóból, füzettartóból. Mi van például egy fehér blúz, mert ez ugye mindenhol standard megy, fehér blúz, fekete szoknya, papucscipő, magas cipő, mi az, ami inkább? Nálunk ez a sima balerina, nem szeretem ezt a cipőt a kislányoknak, még ilyen kiskorban, melyiknek ez a kis, akár egy, nem tudom, 2 centi kocka sarok van alatta, úgyhogy mindig ezt a balerina cipőt veszük, általában feketét, mivel táncra is jár, úgyhogy így ki tudjuk ott is használni. Hát szoknya, blúz, az meg közösen megy a vásárlás, ugye vékony kislány, nem tudok egyedül vásárolni neki, mindent próbálnunk kell. Van olyan szoknya, vagy akár blúz, ami neki tetszik, nekem nem, vagy épp fordítva. Úgyhogy igyekszünk mindig megtalálni azt az arany középutat, hogy mind a kettőnknek megfeleljen. Mi van a középső gyerekekkel? Velük mi a helyzet? Ők már egyedül válogatnak? Vagy azt mondod, hogy itt egy összeg, drága gyermekem, tudom, hogy körülbelül mennyibe kerül az iskola, és akkor menjetek, vásároljatok együtt. Na, ott mi van? Hát az öltözékbe. Ott már nem nagyon szólunk bele szerintem, mert ott már kialakultak az ízlések. El tudják dönteni azért, hogy mi kell, mire van szükségük, mit kell pótolni. Mit láttok, mennyire van versengés a gyerekek között? Nálunk nem volt ilyen tavaly. Nincs egyelőre. Tavaly nem volt ilyen, egy év eltelte után azt tudom mondani, hogy nem volt ilyen panasz otthon, amúgy is mindig próbálom a gyerekeimnek mindig azt mondani, hogy bárkinek bármilyen tolltartója, táskája van, meg kell egymásét dicsérni, nem szabad irigykedni. Próbálom ezt is már kiskortól beléjük nevelni, úgymond, hogy egymás iránt tiszteletet tanúsítsanak. Remélem, hogy fog sikerülni. Úgyhogy ilyen problémám a két naggyal se volt. Mennyire kötelező a gyereknek mondjuk egy tornaruha? Arra mennyire figyeltek, hogy milyen minőségű legyen? A tornaruha azért jó minőségű legyen, például a cipő is, rutabetét legyen benne. Azért ez fontos szerintem. Tehát erre külön figyeltek, hogy minőségi cipőt húzzam fel? Próbálunk, én próbálom. Minden napra például. Főképpen, minden napra, ha tornaórára. Ezek azért fontos dolgok. Na, ez engem nagyon érdekel. Elsős a gyerek. Hogyan választotok iskolatáskát? Most az iskolatáskát az elsősöm meglepetésszerűen kapta. De nagyon tetszik neki, mert ugye hát a kedvenc mesefigurája van rajta, a Szofia hercegnő, és nagyon tetszik. Ugye a 22 évesemnek is odafigyeltünk anna, hogy az is egy jó masszív iskolatáska legyen, ne ferdüljön el a háta. Beleférjen például az iskolacsomag, az a pár könyv, mert azért volt könyvük az elsősöknek is elég keményen. Amellett a kapott iskolatáska mellett az óvodások az iskolában kaptak a Rákóczi Szövetségtől nagyon jó minőségű iskolatáskát. És végre eljutottunk oda, hogy egy tanárnővel beszélgetünk, és hát megtudhatjuk, hogy mire is van szükség például egy alsós gyereknek egy iskola kezdéshez. Mindenképpen a minőségi tanszerekre hívnám fel a figyelmet.
Hát ugyanúgy a többi osztályosok számára is szükség van jó minőségű tollra, ceruzára, színes ceruzára. A színes ceruza az első osztályban szintén nagyon fontos, mert rengeteget rajzolunk, és egyéb másra is alkalmazzuk, számolásra, stb. És inkább a minőségi ceruzákra, nem sok, 12 szín elég, vagy ilyesmi. Mivel szoktatok előbb írni? Ti használjátok előbb a ceruzás írást, amit ki lehet radírozni az első, többnyire az első osztálynál szokták, vagy pedig már rögtön tollal írás van? Hát nem, az most követelmény volt, hogy grafit ceruzával írunk először, de hogy meddig, azt minden tanár maga határozhatja mostantól már meg. Mi egy fél évig írtunk tavaly, mert tavaly elsőseim voltak. Te mit látsz a gyerekeken? Hogyan jönnek meg az első osztályba? Mindenkinek minden készen van, füzetek, tollak, táskák, grafitok. Általában mindenki jól felszerelten jön, csak én azt tapasztalom, hogy nagyon sok felesleges dolgot vesznek. Egy-két jó darab ceruzát megveszel, egy jó minőségű színes ceruzát, amivel könnyen és hamarosan tudnak dolgozni. Mi az, ami teljesen felesleges egy elsősnek, és bele szoktunk futni abba, hogy ezeket a dolgokat megvesszük? Ugye mindenkinek egyéni padja van. Nem sok dolog fér el rajta, és vannak rettenetesen nagy ilyen, amiben a 10 órait hordják, ilyen dobozok, azt én feleslegesnek tartom, mert az plusz súly. Rettenetes nagy, ilyen, mik ezek? Üvegek. Üvegek, vagy bödönök, vagy nem is tudom még. Akkor könyvtartó, azt szintén feleslegesnek tartom, mert szegény gyerek bepakolja a padját, ez csúszik, az esik. Na, én ezeket a dolgokat feleslegesnek tartom. Hogyha te valamit üzenhetnél a szülőknek, mi lenne az, amit te javasolnál nekik? Hát azt üzenném a szülőknek, hogy mindenből minimálisan vásároljanak. Tehát nem kell 100 darab füzet, hanem mit tudom én, 10 kockás, 10 srégvonalas, mert nálunk még a srégvonalas a trendi, abba kötelező írni, de viszont már nem kötelező, hogy jobbra döltött írással írjunk, hanem ahogyan sikerül, akár egyenes folyóírással is írhatunk. Egy-két tollat, egy-két ceruzát és egy normális minőségű vízfesték, színes ceruza, és még kellenének talán egy kis olló, ragaszték, ilyesmi, meg a színes lapok is, ilyen két oldalas színes lapra. Semmi extra, nem kell túl díszíteni, túl vásároltatni, meg óriás tortartókat venni, mert ez mind-mind zavarja a gyerekeket. Mi van az iskolatáskákkal? Te mit látsz a gyerekeken? Milyen iskolatáskákkal szoktak manapság járni? Hát nagyon vagány iskolatáskákkal, de azért ott azt tanácsolnám, hogy legalábbis olyan legyen az iskolatáska, válassza a gyerek magának, hogy ortopéd háta legyen, ami szépen megtartsa, mert nagyon sok a tankönyv még nálunk mindig, és nagyon nehezek a kicsik táskái. Mi van az öltözettel? Nagyon divatosan járnak a mai gyerekek, ők már nagyon mobilak, nagyon szeretnek öltözködni, ez biztos. A kislányok egyre inkább többet járnak szoknyában, és kis blúzzocskákban, vagy ruhácskákban. Hát nincsen erre kötelező dolog, sőt, még hogyha vannak ilyen kis fellépések anyák napjára, vagy bármi, már ott sem kötelező, hogy mindig fekete-fehérben legyenek, hanem amiben szeretnének. Tapasztalsz olyat, hogy a gyerekeket nagyon-nagyon korán adják iskolába? Bizony, saját bőrömön is tapasztaltam. Nem mondanám, hogy ez minden esetben rosszat jelent, de azt tanácsolnám inkább a szülőknek, várják ki azt a kort, hadd töltse be a 6-ot vagy a 7-et is akár, mert akkor könnyebben mennek azok a dolgok. Figyelemzavar, mi van a gyerekekkel? Tudnak figyelni? Hogy ez osztályonként változik, évenként, korosztályonként változik, tudnak, akik akarnak, tudnak. Most is nagyon-nagyon sok szorgalmas, odafigyelő, jó magaviseletű gyerek van. Természetesen ezek mellett ugye vannak figyelemzavaros gyerekek is, akik nem szeretnek ülni, nem szeretnek tanulni, és ki is nyilvánítják. Mi a helyzet a mobiltelefonnal? Hát ugye mindenütt jelen van, de én személy szerint nem engedem, hogy hozzák az iskolába és használják. Vagy ha hozzák, akkor saját felelősségükre, ezt megbeszéltük a szülőkkel is. Nem mondom, van, amikor így ünnepnapon elhozhatják, vagy ha tejaest van, vagy ilyesmi. De igazából a szülők is belátják, hogy nem szükséges az még az első gyerek, vagy az első osztályban. Azt gondolom,
Mai világunkban sokkal nehezebb dolga van egy szülőnek a tanszervásárlásnál. Korábban a gyerekeket sajnáltuk szeptemberben. Ma azt hiszem, a szülők szorulnak együttérzésre. Minden esetre a szülőknek dagadó pénztárcát, a gyerekeknek pedig sikeres iskolakezdést kívánunk. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!